Felszentelték a milléniumi emlékzászlót, szinte teljesen megtelt a szabadkai Szent György templom. Szent mise keretében áldották meg a lobogót, amely a magyarság összetartozását jelképezi. A nemzet több mint 1000 éve az európai értékek mellett tanúságot tevő nép, amely sok esetben védelmezte a nyugatot a keleti hadaktól. A milléniumi zászló most a békességet, a megbékélést jelképezi. Ez volt Orbán Viktor magyar miniszterelnök üzenete is, amelyet az általa adományozott zászló mellé csatolt. Ennek különlegesen és mindent fölül mérően hatalmas értéke van, ki is fejezhetetlen az az érték, hiszen a miniszterelnök a saját tulajdonában lévő milléniumi zászlót ajándékozta nekünk, nem csak a templomnak, nem nekem, hanem a délvidéki magyarságnak, vagy a vajdaság minden polgárának, de különösen is a magyaroknak. A piros-fehér sávok a dicső Árpád-kor idejét idézik fel számunkra. A dobogó felszentelésével és elhelyezésével emelték a templom fényét, mondta Palatinus István plébános. A templom ékesítése ezzel a gesztussal folytatódik. A zászló elhelyezését megelőzően Szent Imre és Árpádházi Szent Margit az ifjúság védelmezőinek szobrait helyezték el a Szent György templomban.